Először a 2020-as Dakar Rally néhány szakaszán vezették be újdonságként, hogy a versenyzők csak a rajt előtt 15 perccel kapják meg az itinert, viszont már a szervezők által kiszínezve. Mivel az Opel Dakar team idén nem indult el a Dakaron, így ők Katarban találkoztak először az új szabállyal. Nyilván ezt is meg kell tanulni, hogy hogyan lehet 15 perc alatt egy 150-200, holnap 315 km-es szakaszba úgy belenézni, hogy megtaláld azokat a pontokat, amikkel meggyűlhet a bajod. Ez egyfajta ilyen szintetizációs folyamat, teljesen másképpen kell kezelni. Nyilván életemben először csináltam, biztos nem is csináltam jól, de hát talán még nem vagyok annyira öreg ahhoz, hogy valami újat tanuljak, úgyhogy remélem, hogy holnapra jobban sikerül, ma okulok abból, ami ma volt, és akkor holnap biztosan ez jobban fog azért működni. Szalai Balázs és Bunkóczi László ötödikként rajtoltak el a világkupa futam első napján. Egész jól kezdtünk, nagyon köves volt a pálya, nagyon kacskaringós, nagyon technikás út volt. A 77-78 kilométernél aztán mondta Laci, hogy itt nagyon figyeljünk, mert nagyon eltévedős a pálya. Hát ott aztán eltévedtünk. Amikor kijöttünk a pályára, akkor már 12 km pluszba voltunk, és 3 pont kimaradt, úgyhogy elindultunk visszafele. Az is eléggé lassan ment, és mire a harmadik pontot megtaláltuk, és újból nekiálltunk a verseny maradék 100 kilométerét teljesíteni, elég sok idő elment. A csapatnak nem volt technikai problémája, az eltévedés után azonban nem bíztak már annyira az itinerben, így 3-4-szer megálltak, hogy megnézzék, biztosan jó irányba mennek-e. Az eltévedés miatt a magyar csapat csak a 14. helyen végzett, miután 1 óra és 4 perccel lassabban értek célba, mint a nap győztese Nasser Al-Attiyah. Ez így folytatódik, akkor lesz még itt meglepetés, azt gondolom, nem annyira, nem volt hosszú szakasz annyira, tehát hogy tanulásnak jó volt.